Hosszú idő után újra van városunknak ifjúsági önkormányzata. A választás során a 10 évestől egészen a 29 éves korosztályig bárki szavazhatott az ifjúsági polgármester jelöltekre és az ifjúsági képviselőjelöltekre. Szeptember 10-én a szavazók három helyszínen adhatták le voksaikat. Még aznap a művelődési központban került sor a választás eredményhirdetésére. A művelődési központ fiatalokkal foglalkozó munkatársaként évek óta a munkatársaimmal dolgozunk azon, hogy eljussunk erre a pontra, ahol most állunk ki szeptember 10-én a Delecskei Ifjúsági Önkormányzati Választások napjáig. Nagyon fontos véleményem, illetve véleményünk szerint az, hogy egy városnak legyenek olyan fiatalai, akik tesznek a közért, akik szabadidejük egy részét arra áldozzák, hogy Delecskei picivel több, másabb legyen. Egy ifjúsági önkormányzatnak ez is a célja, hogy a fiataloknak megmutassa a közéletet, illetve hogy megtanulhassák azt, hogy az ötleteiket meg tudják valósítani, és ebben szerencsére a Delecskei önkormányzat is teljesen partner, és már izgatottan várja mindenki az eredményt, ami ugye hamarosan meg is fog születni. A választásra jelentkezhetett minden 14 és 25 év közötti delecskei fiatal, végül 8-an mérettették meg magukat, közülük került ki az ifjúsági polgármester és a 4 képviselő. Nagyon kevés olyan fiatal van, aki ezt bevállalta. Ahogy mondtam, ez egy több éves munka eredménye, amit Pásztor Katalin szakmai vezetővel is végeztünk. Ez az esélyotthon projekttel elég szorosan összefügg, de egy kicsit a tankcsapdának a szövegét megfordítva, mögöttünk kilométerek vannak még csak, és most jönnek igazán a mérföldek. Bordán Szabolcs polgármester elmondta, a Delecske város önkormányzata felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály elvárásait, érdekeit, és próbál minél jobb feltételeket biztosítani számukra. Azt tudjuk mindannyian, hogy Delecskén annak idején az Oázis karolásában, felkarolásában működött egy ilyen szervezet. Nem is ezt elémítjük újra, hanem teljes mértékben egy új rendszert alkottunk ki. Ifjúsági stratégiánkban nagyon fontos szerepet kapott ez az önkormányzat. És a megalkotásában minden kollégámnak köszönöm a segítséget. Az iskolapadokból érkeztek a közigazgatás világába. Nagyon jó dolog, hisz így a fiatalok tudták gyakorolni a demokráciát. És lesz egy kis polgármesterünk, és lesz egy új testületünk. Azért fontos, hisz a generációknak az érdekét tudják képviselni, és közvetíteni egyenes ágon a testülethez és az én irányomba. A szavazatok összeszámolása után sor kerülhetett az ünnepélyes eredményhirdetésre, de előtte a választáson induló fiatalok megjelent tagjai emléklapot vehettek át elődeiktől, a 2000-es évek elején még működő Delecskei Ifjúsági Önkormányzat tagjaitól, Hokné Zákány Mariannától és Zákány Irmától. Bordán Lajos, a művelődési házmunkatársa szintén köszöntötte a választáson induló fiatalokat, majd következhetett az eredményhirdetés, a választás részleteiről, eredményeiről Nádházi Tálas Csilla, a művelődési központ vezetője tájékoztatta a megjelenteket. Három polgármester jelöltünk volt, Pilcsik László, Mester Tamás, illetve Kovács Krisztián Lajos, és aki, hát azt majd szeretném, hogy fáradjon ki, aki a polgármester, ifjúsági polgármester lett, 86 szavazattal, mint Lajos említette, hogy 150 főből, aki pedig 2 évig Derecske ifjúsági polgármestere, az nem más, mint Pilcsik László. Szurkolócsapat, ováció, szívből gratulálunk. Megkérem, hogy azért itt maradj már itt most már mellettem, szókd a rivaldafényt, hiszen lesz benne majd biztos részlete. Amit szeretnék már is elmondani, hogy polgármester úrhoz majd ezt követően kell elmenni a jövő hét folyamán, majd a teljes képviselőtestületekkel. Szeptember 30-át már is beleírhatjátok, hiszen Derecskeváros önkormányzatának képviselőtestületi ülésére is hivatalosak vagytok, és ezt követően fogtok majd akkor megalakulni, jó? És akkor, hogy ki fog még megalakulni, hiszen 8 fiatal volt, aki elindult képviselőnek, és most szeretném felsorolni gyakorlatilag sorrendben a bejutás szerint. Elsőként képviselő 59 szavazattal Mester Tamás! Szívből gratulálok, Tamás, a készfogás neked is. Nagyon jó munkát kívánok! Másodikként jutott be
43 szavazattal Csóri Doroti. A hölgy is itt van. Nagyon fontos a női szem, az empátia, a tolerancia, mind a nők képviselők. Szívből gratulálom, de én is Dorotinak. Harmadikként jutott be képviselőként 33 szavazattal Szántó Lajos. Szívből gratulálom, Lajos. És boldogság szívemnek, hiszen a Művelődési Központ diákmunkásai között azért vannak itt, akik azt mondom, hogy nagyon ígéretesek voltak. Azért, tehát a diákmunka az 1-2 hónapig tartott, de azt mondom, hogy akik megjutottak, mint tényleg boldog vagyok, mert nagyon már a munkavilágában is látszik, hogy meg fogják állni a helyüket. És nem akarom tovább húzni, vonni negyedikként 27 szavazattal, tehát nem kevéssel lemaradva a 8 főből, Kovács Krisztián Lajos, a negyedik képviselő, kedves Lajosom. A Lajos nem szereti csak a Krisztiánt, azért mondta. És azt kell, és most kérek egy nagyon nagy tapsot, hát sejtették, akik eljöttek, szívből gratulálunk. De majd bízok benne, hogy 2 év múlva is tudunk, és tényleg nagyon jó munkát kívánok itt szerintem valamennyiük nevében. Miután elkészült a közös kép, lehetőségünk nyílt az újonnan megalakult Dereskei Ifjúsági Önkormányzat polgármesterével és képviselőivel is beszélgetni. Elmondták, miért tartották fontosnak, hogy induljanak a választáson, és arról is beszéltek, hogy milyen terveik vannak. Születésem óta ugye itt élek Derecskén, illetve gyerekkorom óta csak a sporttal foglalkozom, legfőképp futballal, de egyébként minden sportot már kipróbáltam szinte. És nemrégiben találtam ezt a szórólapot a konditeremben, ahol dolgozom, és jött egy ilyen érzés, hogy nekem jelentkezni kéne erre a ifjúsági választásra. És hát most itt állok, mint nyertes, és innen is elsőre is köszönöm szépen a sok szavazatot. Én elsősorban azért indultam ezen a választáson, mert tudom azt, hogy az elmúlt években a ifjúságban, illetve a gyerekek közt picit úgymond elhalványultak ezek az összefogást érő programok legfőképp, és mindenképp ezen szeretnék javítani. Az egyik tag az általános iskolában osztálytársam volt, a többieket a sport véget ismertem meg, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösséget fogunk alkotni, illetve bízom benne, hogy egymást nagyon fogjuk segíteni. 17 éves vagyok, és azért jelentkeztem, mert idén nyáron itt dolgoztam a Derecskei Művelődési Központban, itt nyári diákmunkáztam, és nagyon jó volt az ilyen dolgokban belelátni. Az a tervem, hogy Derecskén egy jó közösséget hozunk létre, ahol mindenki összetartó, és nincsenek széthúzások, nincsenek klikkek. Szántó Lajos vagyok, 17 éves, 2012 óta Mincsunkon fúzok, melyben már egyes mesterfokozatot értem el. Miért érezted fontosnak, hogy elkezd erre az önkormányzati választásra? A közösség építés érezted fontosnak. A fiataloknak szórakozási lehetőségek teremtése. Itt jártam az általános iskolát, az óvodát, azóta Debrecenben a Brassai Sámuel műszaki technikumban tanulok, gépészettel foglalkozom, és ezzel is szeretnék tovább menni mérnökként. A város igazából teljesen nyugodt, csendes, szeretek itt élni. Igazából annyi, amiért is alakult ez az egész ifjúsági önkormányzat, hogy kevés a szórakozóhely. Fel kéne pösdíteni a Derecskei fiatalokat igazából, mert aki szórakozni akar, az bemegy Debrecenbe. Itt kéne tartani helyben, itt legyen az élet, közösségépítés kellene, kicsit összekovácsolni az embereket. Újra van tehát Dereskének ifjúsági önkormányzata, a megválasztott polgármesternek és a képviselőknek is jó munkát kívánunk a következő 2 évre.